Üdvözlöm, kedves barátaim! Ünnepeljünk itt a minden szenteknek a napját, a halottaknak a napját, és akkor ez a kérdés, hogy milyen vegyi elemek hiányoznak egy halott testben. A tudósok azt állítják, hogy hát vegyi elemeknek a kombinációja annak köszönhetőnek létrejött a tudat, akkor mondjuk jó, akkor rendben, ha ez így van, akkor mondjátok meg, milyen vegyi elemeket kell beszerezni, és milyen arányba kell összekeverni. Nem fog működni. Miért? Egyszerű földön járó példát megnézzük, jó? Összehasonlítjunk egy élőt és egy halott testet. Mi a különbség a halott és élet közötti test? A tudat. Igen. Hogyha mi egy halott testet próbáljuk vágni, vagy darabolni, ő nem ellenkezik, mert neki mindegy, mi vele történik. Viszont az élőtest tudata rendelkezik, és ott vannak érzelmek is, és ő nem fog engedni, hogy mi próbáljuk őt vágni, vagy darabolni, mert ki akarja ezt, vagy vele történjen, vagy vele megcsinálni. Persze, erre is van egy ilyen válasz, igen, de a tudat, ez is anyagi elemeknek a kombináció. De nem igaz, mert amikor meghalt a test, és a tudat már nincs benne, és mi megvizsgáljuk, hogy most milyen vegyi elem hiányzik, az észreveszünk, hogy ne, ez nem változott. Összes vegyi elem ugyanúgy marad benne a frissen halott testbe. Szóval itt ez egy nagyon erős bizonyíték, hogy nem a vegyi elemekből áll az élet, hanem az a tudat, az a lélek. A lélek pedig lelki természetű, nem anyagi természetű. Ezért sose fog sikerülni senkinek anyagi vagy vegyi, kémiai úton életre kelteni egy halott testet. Mert csak lélek tud életbe tartani a testet. Köszönjük szépen, Hare Krishna!